A Génius Jótékonysági Alapítvány nagyon fontosnak tartja, hogy Kárpátalján minden tehetségen rajta tartsa a szemét. Tehát ezt nem csak a tudományok vagy a népzene, klasszikus zene terén teszi, hanem amint látják, a sportágak terén is. Egy nagyon jó kis buzánszki versenyen vagyunk túl. Ma pedig a Zubkó József emléktorna zajlik 90 gyermekkel. Nagyon fontos számunkra, hogy példákat állítsunk a gyermekek elé. Ezért ez a 8. Zubkó József emléktorna, hogy olyan embert, olyan edzőt, olyan beregszászi ismert sportolót kövessenek a gyermekek, akik példát mutathat, akinek az útján érdemes járni. A csapatok márciustól májusig jelentkezhettek, egyébként 6 különböző kategóriába lehetett jelentkezni, általános iskolás lányok, általános iskolás fiúk, középiskolás lányok, fiúk és a sportiskolák külön versenyeztek volna, azonban csak egy kategóriában van idén jelentkezőnk, ez a sportiskolák, 10-től 11 és 12-től 13 éves korosztályig, azaz 6 csapat mérkőzik, körkörösen mindenki mindenkivel játszik. Ugye korábban általában ez egy nemzetközi torna, számos városból, külföldről érkeznek a csapatok, azonban a járvány miatt a határon nem tudtuk elintézni, hogy átjöjjenek, de bízunk benne, hogy amint a járvány lecsillapodik, a verseny ismét nemzetközi szintre emelődik, és a gyermekeknek barátkozási lehetőséget is biztosít határon innen és határon túl. Egyébként a programot a Magyar Kormány Miniszterelnökség Nemzetpolitika Államtitkárság Bethlen Gábor alap támogatja, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kárpátalja fejlesztésért felelős miniszteri biztosság, a kupákat pedig továbbra is a Niki Sportegyesület, aki szakmai partnerünk valamennyi sportprogram megvalósításában. Elsősorban meg kell említeni, hogy ez a Génius Jótékonysági Alapítványnak az érdeme, akit ugyan a főiskola is segített, hogy életre jöjjön, de alapjában véve jól teszik a dolgokat és jól dolgoznak, és ez a Génius Jótékonysági Alapítvány szervezi már 8. éve sportnapokat, ennek több célja is van. Egyrészt, hogy ne csak a szellemi, a művészet területén tehetséges gyerekeknek adjunk teret, hanem adjunk teret azoknak, akik is a testnevelés terén és valamilyen sportágban tehetségesek, és ez bizony a 21. században nem egy olcsó mulatság, hiszen nem csak egy tornacipő kell hozzá, mint régen meg egy rongylabda, hanem feltételek is. A másik szempont pedig az, hogy az elmúlt 30 évben nagyon elhanyagolták a sportot, hisz egy szegény gazdasági helyzetben állami szinten erre nem tudnak pénzt adni, és nincs is lehetőségük sok esetben, hogy részt vegyenek. Márpedig a sportolók csak úgy fejlődnek, a gyerekek is, hogyha van alkalom a megmérettetésre, ha egymástól is tanulnak, ha van kihívás, ha van verseny. Így jöttek létre 8 évvel ezelőtt ezek a rendezvények, és távlati cél az, hogy visszahozzuk beregszász számára azt a hírnevet, amit annak idején a 80-as években a kézilabda adta a városnak, hisz innét országos bajnokok nőttek ki. Ugye a Szovjetunióhoz tartoztunk, a Baktyánka az egy nagyon vezető együttese volt a női kézilabdának Ukrajnán belül, ez a mai rendezvényhez kapcsolódó rész, illetve hát innét olyanok, hogy a Dinamóba vitték a játékosokat, például a főiskola tanára Ancika, Greba Ancika szintén a Dinamóba játszott, és a Szovjetunió olimpiai csapatába is benne volt, bár ő akkor nem játszott, de Lobovanyina kapusként az olimpiai csapatban volt, és olimpiai bajnok lett. Ő egyébként az egyik díszvendége és fővédnöke ennek a rendezvénynek, és nagyon remélem, hogy miután most már az ifjúsági sportiskolák jelentek meg itt, 6 ilyen megyei sportiskola, ez fejlődni fog, és ha jóisten is úgy akarja, és sikerül megnyitni, akkor mi szeretnénk testnevelés szakot nyitni Kárpátalján, itt Beregszászban főiskolán, ahhoz, hogy az iskolákban valóban szakképzett emberek jussanak el, és megújítani ezt a mozgalmat, és létrehozni egy olyan jó kézilabda csapatot, amilyen a 80-as években volt.